már több mint 700 halálos áldozata van a Haitit megrázó 7,2-es erőségű földrengésnek, a veszteséglista fél nap alatt duplájára nőtt. Az áldozatok közt van egy szenátor is, akire saját szállodája szakadt rá. A polgári védelmi ügynökség előzetes kárfelmérése szerint csak nem ezer lakóház, hét templom, két hotel és három iskola dölt romba. A mentőcsapatok és önkéntesek gőzerővel dolgoznak a törmelék kiszabadításán. A mentési munkálatokat nehezítik az utórengések és az, hogy a Grész nevű trópusi vihar hamarosan eléri a Szigetországot. Az ideiglenes miniszterelnök egy hónapra szóló rendkívüli állapotot léptetett életbe. Most komoly szolidaritásra van szükségünk jól szervezett segítségre. Ezért fel is állítottunk egy akciócsoportot, amely a segélyek szétosztását fogja irányítani, hogy ne ismétlődhessen meg a 2010-es katasztrófa, magyarázta a kormányfő. A 11 évvel ezelőtti földmozgásban szinte az egész ország romba dőlt. 222 ezeren haltak meg, és több mint 1 millióan váltak hajléktalanná. Egy német segélyszervezet szerint most az a legnagyobb kihívás, hogy 24 órán belül mindenkinek legyen fedél a feje felett, és jusson tiszta vízhez, valamint élelemhez. Az elmaradott infrastruktúra miatt ez szinte kivitelezhetetlennek tűnik.